Sziasztok! A múltkori részben arról beszéltem, hogy milyen munkaköröket kaphatnak a macskák. A mai részben arról beszélek, hogy miket nem készítettek már macskákból. Üdv mindenkinek, sziasztok! Ez itt az állatpolgár, a nevem Veronika, remélem ez a rész is tetszeni fog nektek. Bár azt, hogy macskákból mik készültek, azért azt előrevetíti, hogy lehet, hogy ezt csak olyan emberek nézzék meg, akiknek ez mangyomrúk, és nem szeretik túlságosan a macskákat ahhoz, hogy ezt meg tudnák hallgatni. Készüljetek fel, lesznek itt érdekességek. Tíz esetet hoztam, kezdjük a végétől, a tizedik, a telefon. 1929-ben Ernest Glenn Weaver, professzor és Charles William Bray, a Princetoni Egyetem két tudósa, telefont csinált egy macskából. Weaver és Bray nyugtatókkal ezt méletlenítette a macskát, mielőtt kinyitotta a koponyáját, hogy elérje a halló ideget. Egy telefonvezeték egyik végét az ideghez, a másik végét pedig egy 15 méterrel távolabbi telefonkajlóhoz erősítették. Aztán Bray a macska fülébe kezdett beszélni, miközben Weaver a telefonkagylóban hallgatott. A két férfit jobban érdekelte a hallóidegel való kísérletezés, mint sem praktikus telefon létrehozása macskából. Tehát itt a kísérlet itt a, a hangnak a terjedéséről, a, a hangról szólt, nem maga a telefonról. A kísérlet feltárta, hogy a hangok ugyanazon a frekvencián maradnak, amikor az idegnek ütköznek. Weaver és Bray azt is felfedezték, hogy a macska telefon nem működött, amikor a vezeték egyik végét más szövetekben és idegekben helyezték el, csak akkor, hogyha hallóidegben. A telefon is meghibásodott, amikor állították a véráramlást a macska fejében, pedig a vezeték a hallóideghez volt kötve. A kísérlet kulcsfontosságú volt a siketek számára készült implantátumok létrehozásában. Tehát ez is egy kegyetlen dolog volt, de legalább az embereknek a javát szolgálta. 9. A zongora. Az előző részben hallhatunk olyan macskáról, aki zongorán játszott, és zeneművet írtak az ő játékából. Most pedig, hát kicsit gusztustanabb, a zongora készítés macskából. A macska orgona egy zongora, amihez hasonló nincs. Valódi macskából készült. Késer írt 1650-ben egy könyvet, ebben részletesen ismertette ennek a macska orgonának az elkészítését. Késer azt írta, hogy a zongorához több macskára volt szükség, amelyek különböző hangmagasságú, nyávogó hangot adnak ki. A macskákat kis kettetszekbe helyezték a zongora egyik végén. A farkukat valamilyen mechanizmushoz kötötték, amely egy tüskét juttatott a macska farkába, amikor a játékos megnyomott egy megfelelő gombot. A tüske fájdalma miatt a macska nyávogni kezdett. A lejátszó különböző gombok megnyomásával komponált zenét, hogy a különböző macskafélék nyávogjanak. Később hozzátette, hogy a nyávogások a következő megnyomásokkal egyre hangosabbak lettek, hiszen a macskák elhatározták, hogy megszöknek az zongora elő. Nincs bizonyíték arra, hogy valaki is készített volna, vala is, bármilyen macska orgonát kisebb könyvének részletes leírásából, de vannak feltételezések, hogy azért ez megtörténhetett. A nyolcadik drón az utóbbi időben nagy hangsúlyt kaptak, nagy szerepet kaptak a drónok azoknak a fejlesztése. Más a drónt fejleszti, valaki meg a kedvencét, kis kedvencét fejlesztette drónná. Bat Jensen elhatározta, hogy készít egy drónt a macskájából, miután azt 2012-ben elütötte egy autó, már mint a macskát. jensen annyira megzavarta macskája Orville halála, hogy szerette volna megörökíteni kedvencét. Jensen úgy döntött, hogy Orville-t változtatja, mert az állat Orville wright az első sikeres repülőgép két feltalálójának egyikével közös nevet viselt. Jensen együtt dolgozott egy mérnökkel, aki a projekt elektromos és mechanikai részegységeit irányította. Az eredmény egy távirányítós quadcopter drón lett, amelyet Orville kopternek neveztek. Hasonlított egy hagyományos quadcopterre, amelyen Orville bőre terült el. Jensen és Arjen később patkányból és struzból quadcopter drónokat készítettek. Hozzáadtak egy sugárhajtó művet egy döglött szápához és tenger készítettek borzból. A dó jelenleg egy olyan quadcoptert próbál építeni, és egy quadcoptert próbál építeni, amelybe belefér egy férfi is. Ez a szerkezet egy tehénből készülne. Hát nem mondom, hogy nem beteg ez az egész dolog meglátjuk, mi lesz ebből. Azt furcsálom, hogy az állatvédők nem lázadtak még föl ez ellen. Ha döglött állatokból készítik, és nem azért döglöttek meg, mert ők ölték meg ezeket az állatokat, hanem kerítettek döglött állatokat, hát azért még szerintem akkor is, hogy némi kivetni valóta ez maga után. A hetedik egy pénztárca. 2016 -ban egy döglött macskából készült elszényt bocsátottak árverésre. Az elszényben benne volt az elhullott macska feje és bőre is. Claire az út mellett találta meg a macskát, ahol egy elhaladó jármű agyonyomta. Hazavitte és egy pénztárcát készített belőle, amelyet 1400 új zélandi dollárért árverésre bocsátott. Az aukció vegyes reakciókat váltott ki. Néhányuknak tetszett a termék, még mások azzal vádolták, hogy pénzt keresett egy döklött macskával. Valaki azt javasolta, hogy hagyja békén a macskát, egy másik megkérdezte, hogy szerinte rendben lenne, ha valaki lelőni és megtömni, vagy kitömné. Mások csak viccelődtek ezzel az egésszel, valaki csak azt kérdezte meg, hogy most ez a macska, ez most ki van fordítva, vagy nem, már mint a pénztárca. Claire lecsökkentette az árváresnél, a két árat, lehet, hogy azért már sok kritikát kapod, de mégis el tudta adni a pénztárcát 545 új zélandi dollárért. A hatodik megdöbbentő élelmiszer. Hát itt is annyira megdöbbentő, vagy annak megdöbbentő, aki nem ott lakik, ahol ez általánosan megszokott dolog, hogy macskát egyenek. Egy amerikainak ez furcsa, de egy vietnáminak nem. A vietnámi macskaús szerelmesei kis tigrisnek hívják őket, éttermükben árulják, ahol a fogyasztók sörrel fogyasztják. Még egy picit guztustalanabb ö, rész jön, úgyhogy aki akar ezt, ezen tekerjen át, időkóddal jelölöm mindig az adott eseteket, vagy a részeket, hogy 10., 9., 8., úgyhogy aki akar ezt az élelmiszeres részt, ezt ö, ugorját. Tehát a macskákat először vízbe folytják, aztán leborotválják a szőrt a testükről, és a maradék kis szőröket pedig leégetik a tetemről, aztán feldarabolják a macskát. Ezek után pedig megsütik őket. Tudom, hogy nagyon furcsán hangozhat, de ez ott megszokott dolog. Máshol a kutyákat eszik meg, vagy azt is, és a macskákat is, de maga az eljárás semmivel sem különb, ha belegondolunk, hogy milyen, amikor egy csirkét leülünk, vagy egy disznót. A vietnámiak továbbra is esznek macskát, pedig elvileg a kormány tiltja az éttermeket, hogy macskákat öljön le és adja el, mivel a patkány populáció nagyon elterjedhet. Tehát itt se a macskákat védi, hanem attól félnek, hogy nagyon sok lesz így a patkány, ha továbbra is folytatódik a macskáknak a a fogyasztása. Ott nincs olyan, hogy kóbormacska, annyira szeretik a vietnámiak a macskahúst, hogy már hiány van macskákból. Ráadásul nem csak, hogy hiány van, de hogy ezeket beszerezzék a macskákat, tolvajok járják az utcákat, és lopkodják össze a, a családoktól azokat a macskákat, amelyeket, tehát amely macskákat csak mint házi állat tartanak és ezeket a háziállatokat lopják el, hogy adják el titokban az éttermeknek, akik pedig ételt készítenek ezekből az állatokból. Az árusok a közeli tájföldről és Laoszból is csempészik a macskákat. Ami érdekesség vagy furcsa, hogy a vietnamiak régen nem ettek macskát, csak a 20. században kezdtek el a háborúk után és az éhénységek után rákapni a macskahúsra. Ez hozta nekik azt, hogy macskát, patkányt és kutyát is fogyasztanak. És bár már nincs éhínség, nem akkora az éhínség, már az emberek annyira rákaptak a macska hússal, hogy most már egy kormányi tiltás nem fogja őket megállítani abban, hogy macskahúst húst egyenek. Az ötödik, kém. Az előző részben is mondtam, hogy a CIA macskákat próbált használni arra, hogy lehallgasson embereket. Különféle kém kütyüket, antennákat, adóvevőket raktak a macskákra, macskákba. Volt az Akustik Kitty nevű macska. Őt megműtötték, és mikrofont szereltek a fülébe, és rádióadót helyeztek el a koponya tövében. A bundája alá egy antennát is szereltek. Az ügynökök egy parba vitték, ott kellett volna lehallgatni két férfit, azonban a macskát az úton átkerés alatt elütötték. A CIA később beismerte, hogy ezek a macskák nem jó ügynökök. A negyedik védelmi fegyver. És bár tudjuk, hogy nehéz idomítani a macskákat, meg mindig másfele mennek, mint amire kellene. Viszont ugye mondtam, hogy az előző videóban talán, de ebben is elmondom, hogy valahol ö, szentként tisztelték őket is. Volt egy perzsa háború az egyiptomiak ellen. Az egyiptomiak nem tudták bevetni a nyilaikat a perzsák ellen mert a perzsák tudták, hogy az egyiptomiak istenként tisztelik a macskákat, ezért rengeteg macskát vittek magukkal. Úgy próbálták, úgy próbálta behatolni Egyiptom egyes részeibe, hogy macskák, mint pajzsok voltak maguk előtt. Ugye nem azért, mert eltakarták volna az egyiptomiak nyilai elől a testükkel, a macskák, a, ugye a katonákat. Viszont az egyiptomiak nem lőttek a perzsákra, mert ott voltak a macskák, és féltek, hogy a macskákat megsebesítik. Egyes beszámolók szerint nem is használtak amúgy a perzsák macskákat, csak a pajzsukra festettek macskafejű istenő képeket, és ezért nem támadtak az egyiptomiak. Az egyiptomi hadsereg súlyos vereséget szenvedett ennek a trükknek köszönhetően. Elvileg olyan sok áldozat volt, hogy az ókori görög történész Hérodotos még később is talált halott katonáknak a maradványait, 75 évvel később, amikor a csatatéren járt. A harmadik egy támadó fegyver, amit egy macskából készítettek. 1584-ben Németországban valaki kiadott egy kéziratot, amelyben részletezi néhány ostromfegyver létrehozását. Egy égő galambokból és macskákból álló fegyverről beszélünk. Ezek a macskák azok a macskák voltak, amit meg akartak támadni, tehát odalosontak a megtámadó helyhez, és onnan lopkodtak össze macskákat. Esetenként galambokat, de inkább a macskákat. Ezekre a macskákra egy olyan szerkezetet raktak, ami előbb-utóbb felrobban. Ezt a táskát, ez egy hát táskaszerű dolgot, az ellenség meggyújtotta a tűz hatására a macska mit csinál, megpróbál hazamenekülni, hogy a tűzzel valami védelmet találjon, vagy valaki szedje le róla. Itt ugye megtámadták a macskát, tűz van, megy haza. És ez az égő szerkezet pedig ott volt a hátán, a tűz pedig előbb-utóbb meggyújtotta ezt a robbanó szerkezetet. Tehát így támadtak az ellenségre. Nagyon gonosz, de nagyon ötletes. Nincs bizonyíték arra, hogy a német hadsereg vala is gyártott volna, vagy használt volna ilyen fegyvert. Vannak azonban beszámolók arról, hogy az égő mocskákat már a Krisztus előtti 3. században fegyverként használták. Azt is állítják, hogy a hírhet mongol uralkodó Genghis Khan használta őket véres hadjáratai során. A második a fekete gyémánt. Egy kis alatt elvesztése valóban egy fájdalmas dolog lehet, de már egyre furább módot Választanak a gazdák arra, hogy kedvenceik örökké velük maradjanak. Valakik gyémántot készítettek állataikból. Az emberek és az állatok is gyémántá formálhatóak, alakíthatóak, hiszen jelentős mennyiségű szenet tartalmaz a testünk. A gyémántok is szénből készülnek. Számomra furcsa, hogy valaki olyan gyémánt gyűrűt hord például, ami előtte a macskája volt. Bár mind a kettő értékes. A háziállatok és az emberek gyakran fehér gyémántként végződnek, egy vállalkozásnak azonban sikerült fekete gyémántot létrehoznia egy kormos nevű macskából. 2008-ban a BBC arról számolt be, hogy Sue Rogers döglött macskáját egyharmad karátos fekete gyémántá változtatta. A drágakő volt az egyetlen fekete gyémánt, amelyet hamuból készítettek abban az időben. A gyártó a LifeGem 2 g szén felhasználásával készítette el a gyémántot a döglött macska elhamvasztott maradványaiból. Először a szokásos módszerrel készítették el a gyémántot, vagyis két hétig nagyon magas hőmérsékletnek és nyomásnak tették ki a hamut. A kapott gyémánt fehér volt, és csak azután vált feketévé, hogy egy napig elektronoknak volt kitéve. Az első a drogdíler. Oroszországban és Brazíliában bebörtönzött bűnözők macskákat használnak csempészésre. Hát a macskákat nem kérdezik, hogy akarják vagy sem, elkapják őket és őket használják. 2015-ben a tisztviselők letartóztattak egy macskát az egyik börtön előtt a braziliai pátozban, miután egy sikertelen csempész kísérletet követett el. A tisztviselők felfedezték, hogy a csempészek gézzel, gipszel és maszkolószalaggal rögzítették a mobiltelefonokat, töltőket, szinkátyákat a macska testére, majd műszörmével fették be a macska testét, ugye, hogy ezek a ráaggatott dolgok ne látszódjanak. A tisztviselők úgy fedezték fel ezt a csempészést, hogy vakolatot találtak a macskán. Ha csak ott sétált volna, akkor talán nem lett volna gyanús, de a vakolat miatt feltételezték, hogy közel került a falakhoz. Később azt mondták, hogy onnantól kezdve ellenőrizni fognak minden börtönbe belépés, onnan kilépő macskát. Egy másik incidensben két embert tartóztattak le, minden egy macska 2018-ban megpróbált hasist és amfetamint becsempészni egy orosz börtönbe. A rendőrség szerint a macska a börtönben élt, azonban egy... Elítélt, miután szabadult, nem csak ő ment haza, hanem vitte a macskát is. A gyanúsítottak a macskát a börtön közelébe vitték, amikor letartóztatták őket. Tehát valószínűsítik, hogy akik kiszabadultak, valamilyen tárgyakat akartak a macskával visszavinni a börtönbe, hiszen a macska a börtönben már ismerős volt. Hát ez is egy ilyen kis érdekes videó volt. Remélem ez is tetszett nektek, ha igen, akkor kérlek nyomjatok egy lájkot kommentben esetleg írjátok meg, hogy milyen egyéb tárgyakról tudtok, amiket macskákból készítettek, bár ezek között, az esetek között is volt olyan macska, aki túlélte. Hát nem sok, de volt. Remélem a következő részben találkozunk. Most ennyi volt. Köszönöm, hogy megnéztétek. Sziasztok!